6681 általános iskolás, köztük 798 első osztályos kisdiák, 3241 gimnáziumban és szakgimnáziumban tanuló fiatal, 644 sajátos nevelési igényű speciális intézményben tanuló gyermek és 600 kollégista kezdte meg szeptember 1-én a 2017-18-as tanévet. Alapfokú művészet oktatásban közülük több mint 1000 fő részesül. A nyíregyházi tankerületi központ már a nyári előkészítő munka során is mindent megtett annak érdekében, hogy a 180 napon át tartó oktatási és nevelési év olyan legyen, ahol a pedagógusok az ismeretek átadására, a diákok pedig azok befogadására tudnak koncentrálni. A nyíregyházi tankerületi központ összes intézményében nyugodtan, biztonságosan kezdtük a tanévet. Szeretném elmondani, hogy ebben nagyon sok munkatársunk kiváló munkája van. Nagy köszönet érte az intézmények dolgozóinak, pedagógusainak, vezetőinek, hiszen nélkülük ez nem valósulhatott volna meg. Végig úgy éreztük, hogy a felkészülés során mind a szakmai munkában, mind a működtetés feltételeinek biztosításában számíthatunk rájuk, együttműködésük maximális volt a tankerületi központtal. Ennek köszönhetően minden kisdiák megkezdhette az évet. A nyugodt, biztonságos tanévkezdés érdekében a nyár az ütemezett felújítások jegyében telt el. Valamennyi oktatási intézményben megvalósultak kisebb-nagyobb felújítások, karbantartások. Ezek összesen közel 37 millió forintba kerültek. A 4 járást lefedő nyíregyházi tankerülethez a 2017-18-as tanévben 44 székhelyi intézmény 95 feladatellátási hellyel tartozik. 40 településen közel 3000 közalkalmazott, közülük 2153 pedagógus és 48 köztisztviselő dolgozik. A nyíregyházi tankerületi központ célja, hogy minden tanulónak megfelelő képzést, oktatást, versenyképes tudást biztosítsanak. Szeretnék elérni, hogy az iskolákban minden gyermek megtalálja a számára megfelelő tanulási utat. Ebben a tanévben kiemelt figyelmet fordítanak az intézmények rugalmasságának javítására is arra, hogy az oktatási nevelési intézmények a diákok érdekében képesek legyenek a megújulásra. A nyíregyházi tankerületi központ a már meglévő jó kapcsolatait kívánja bővíteni a társadalmi szervezetekkel, kutatva az együttműködés további lehetőségeit. Az iskolákkal segítő partner viszonyt szeretnének kialakítani úgy, hogy mindenben támogatni kívánják a pedagógusokat iskolai munkájuk során. Az oktatás segítő szervezet pályázatot nyújtott be infrastruktúrális fejlesztésekre, így 4 nyíregyházi intézmény újulhat meg. A nyíregyházi művészeti szakgimnáziumban, a Bárci Gusztáv általános iskolában, a Zrínyi Ilona gimnázium kollégiumában, valamint az Arany János gimnázium és általános iskola szőlőskerti angol két tannyelvű tagintézményének kollégiumában várható fejlesztés vagy felújítása a 2017-18-as tanévben.